anime! Itt sem vagyok! Ráadásul biciklik! Hát mit lehet ebből kihozni? Nos, megpróbálhatom kitalálni. Adott egy gyönge gyerek, aki még soha életében nem látott közelről bicajt, valószínűleg még biciklije se volt gyerekkorában, de amint főiskolás korában ráül egy verseny biciklire, azonnal mindenkit leelőz, főleg a nagyon gonosz és nagyon szemét szempályokat. Két hét múlva pedig már is a Tour de France-on találja magát, amit természetesen meg is nyer, és közben ott van egy nagyon-nagyon jóképű, de nagyon-nagyon gonosz főellenség is, aki folyton terrorizálja a topmodell kinézetű barátnőjét. De főhősünk nyerte a versenyt, így a lány is az övé lesz. Ami pedig a karakterek személyiségét illeti, egy küllőjével vetekszik. És megjegyzendő, hogyha a gyerek körülbelül így nézett ki az elején, a végére legalább így fog. Szóval, ha az imént felvázolt sablon sportanimére vágytok, akkor ezt az animét nagyon-nagyon messziről kerüljétek el! Yowamushi Pedal! Avagy, hogyan gázoljunk át a sportanimék összes kliséjén biciklivel? Első klisé, amíg semmit nem tudó, született tehetség. Hát ez sem úgy néz ki, mint a sportanim a főhőse, de legalább tud biciklizni. És tekintsük el attól, hogy mit keres Harry Potter egy biciklin. És kis otaku, ahogy elnézem. Nem született tehetség. Minden egyes hétvégén 90 kilométert bicajozik, hogy animés kütyüket vegyen magának. De édes! És szegényként, hát megszűnt az anime klub az iskolában érdeklődés hiánya miatt. Végül a bicikli klubban köt ki. Ez van? Való igaz, hogy sok mindent meg kell neki tanítani. Persze, mondják, hogy van neki tehetsége a biciklizéshez, de ez gyakorlás eredménye. Ha csak úgy kimegy a pályára a született tehetségében bízva, azzal nem ér semmit. Van itt barátság, csapatmunka, hit egymásban és akaraterő is. Első klisé. Megcsavarva. Második klisé. A szemét szempályok. Komolyan, mindenki tudja, hogy a szempályok csak azért vannak ott, hogy középkori kínzó kamrákat megszégyenítő eszközökkel gyötörjék a szerencsétlen újoncokat. Ennél a háromnál nagyobb szemétládát még biztos nem hordott a hátán a föld. Hát ez meg micsoda? Van itt egy szimpatikus és barátságos David Copperfield wannabe, egy érzékeny, szeretetreméltó és atyáskodó zabagép, és egy részek karácsonyfa, aki meglepően jó fej. Második klisé. Lerombolva. Harmadik klisé. A fantasztikus főgonosz. A főgonosz a sportanimékben mindig eszméletlenül jóképű és gyönyörű barátnője is van. Tehát, amikor itt kiderült, hogy vannak ugyebár a tavalyi bajnokok, de rajtuk kívül még van valaki, aki nagyon-nagyon gonosz, és feltétlenül le kell győzni, és megjelent az idióta kis sidekickje is. Én teljesen arra számítottam, hogy a főgonosz tuti minimum így fog kinézni. Szóval, lássuk csak... Mi a... Rivály! Tényleg? Fogalmam sincs, hogy a titánok mióta bicikliznek, ráadásul hogy ül már rajta? De, hogy ez nem egy szexi bisónen, akiért oda vannak a nők, az biztos. Harmadik klisé. Lerombolva. Negyedik klisé. A szerelmi szál. Lehet, hogy volt rá utalás, de szerelmi szál ebben az animében nincsen. Sajnos főleg azért, mert a lány szereplők eszméletlenül gyengék. Kislányom, nagyon helyes, hogy bemutatod egymásnak a szereplőket. De azóta hogyan menedzseled a bicikliklubot, ha folyamatosan csak sírsz, vagy sikoltozol? És nem veszed észre, hogy a teljesen fölösleges barátnődet semmi nem érdekli, amiről beszélsz? Na, te egész szerethető vagy, de sajnos a fiú, akiért oda vagy, vagy a bicikliébe szerelmes, vagy a Fujiyamába, de semmiképpen sem beléd. Ez nyilvánvalóan az adaptáció hibája, mert a mangában a lányok kidolgozottabbak. Itt egyszerűen nem maradt rájuk idő. Negyedik klisé. Lerombolva.
ötödik klisé. Csak a verseny és személyiség nulla. Na, ezzel inkább nem is foglalkozom. Olyan mértékben lerombolja. Biztos nektek is ismerős a sportanimékből az, hogy a szereplők egyetlen vágya győzni. És szinte semmi más nem is jellemzi őket. De hát ennyi erővel zombik is lehetnének a karakterek! Célvonal! Célvonal! És ebben rejlik a Yowamushi Pedál igazi erőssége. Emiatt néztem én végig 2 nap alatt az első szezon mind a 38 részét. Pedig én sportaniméket rendszerint gyökkettő rész után abba szoktam hagyni, és 10 pontból mínusz 10-et adok nekik. Mint említettem, az anime egy mangán alapszik. Sportmangák nem szoktak nagyon hosszúak lenni, de ez már 40 kötet fölött jár. Gondolhatnánk, hogy végig arról beszélnek, hogy ki milyen gyors, meg mekkora a kerekük átmérője, meg hasonló butaságok, szóval de unalmas, de erről szó sincsen. Megtudunk egyes mást a biciklikről, de nem megy bele túlságosan a részletekbe. Mégis, kit érdekelne az, hogy a derékszögű koordináta rendszerben hiperbolen bemutatott kerékmozgás hány parszek távolságra viszi el őket? Sőt, leggyakrabban azt hozzák fel a manga hibájaként, hogy túl sok benne a szöveg és túl sok a fókusz a karaktereken és túl kevés a sporton. Márpedig ez egyáltalán nem probléma. A lányokra ugyan nem maradt idő, de a fiúk mind háromdimenziósak és élő emberek benyomását keltik. Sokuknak a háttértörténetét is megismerjük. De nem ilyen olcsó trükkel oldják meg a személyiséget, hogy mindegyikünknek borzalmas, szörnyű, tragikus múltja van, halott szülők, halott testvérek, leeresztett biciklikerék, stb. És annyit könnyeznek, hogy elárasztják a pályát és elesnek. És ha már pálya is biciklik, ezek a fiúk nem kizárólag a járgányuk függvényében léteznek. Akár gyalog is látjuk őket mindenfelé menni, egymással találkozni, moziba menni, ebédelni, stb. Szóval van életük a sporton kívül is, és nem folyton róla dumálnak. Például főhősünknek még mindig ugyanolyan fontos a kedvenc animéje. Ha nem lennének ennyire részletesek és kidolgozottak a karakterek, alig ha jelenhetett volna meg ehhez az animéhez karakter song, dráma CD, és rengeteg kiegészítő kötet is, amiben még jobban megismerjük őket, nem? Ami pedig a csak a versenyt illeti. Az anime 2014 őszén kapott második szezont Yowamushi Pedal Grand Road címen. Az eddig elkészült anime a manga első nagy történeti ívét dolgozza föl. Mivel az első szezon egy verseny közepén ért véget, a második szezon egyértelműen ezt folytatta. Ezért, amíg az első szezonban megismertük a főszereplőket, és láttuk őket iskolában, meg edzeni, meg ilyenek, a második szezon teljes mértékben a versennyel foglalkozott. A második szezon az elsőben lévő 38-al szemben csak 24 részből állt. Animációban vagy rajzstílusban számottevő különbség nem tapasztalható, a történet vezetésben viszont annál inkább. Több a visszaemlékezés és más karaktereket is jobban megismerünk. Az első szezon főszereplőnk iskolatársaival és főleg vele meg a közeli barátaival foglalkozott. A másodikban viszont az eddig ellenségként bemutatott tavalyi bajnokok veszik át a vezető szerepet. Közben vannak titánok, meg más ellenségek is, de ők is ki vannak dolgozva. És kérdezhetnénk, hogy ennyi karakterfejlődés meg kidolgozás nem nehezíti el a történetet. Nem! Éppen, hogy közelebb hozza őket hozzánk. Szinte bárkinek lehet szurkolni. Még akár neki is! Végül pedig néhány szó a zenéről. Az animének összesen 5 openingje és 5 endingje van. Külön érdekesség, hogy a harmadik openinget és endinget magát a seiyuk éneklik. És természetesen az animében magában is kiváló munkát végeznek. Ezek a dalok pedig épp úgy, mint a háttérzenék, illenek a hangulathoz, fülbemászok, és szerintem nagyon jók. Talán feltűnt, hogy a kritikámban soha egyetlen szereplőt sem neveztem nevén. Miért? Mert ha felkeltettem az érdeklődéseteket, meg fogjátok nézni, és megjegyzitek őket. Ha meg nem, akkor minek nehezítsem a megértést nevekkel? Én Fomalhaut voltam, vagyis Fomi. Le is zárom ezzel a kritikámat, de hogy bebizonyítsam, hogy mennyire jók az openingek és az endingek, következzen kedvenc endingem a Grand Road első endingje, a Rookie This Punk Dollar Realize, és egy kis bemutató a szereplőkről.
Sziasztok! Jó biciklizést! Got it, that's it.